Műsorunk támogatója a Hargita Népe. A Népművészeti Alkotóházat itt Gyergyószentmiklóson. A homlokzatán láttam, hogy ez 1840-es épület. Mit lehet tudni magáról az épületről? Valamikor a Tekerői úton az első épület volt, és itt 1840-ben épült, feltehetően egy módosabb gazda építette, akit Benedek Lajosnak hívtak. Arról a formáról, ami a homlokzaton dominál, és azok a jelképek, amik rajta vannak, a felvidéki polgári építkezéssel lehet rokonítani. Nincs kizárva, minek utána elég gyakori a Benedek név a felvidéken, hogy nem onnan érkezett ide. Népi barokk jellegű az épület maga, és hát lakóházi minőségében, paraszti lakóházi minőségében 1840 a legrégebbi Gyergyószentmiklóson. Vannak ennél régebbi a központi épületek és a múzeum épülete maga, de mint lakóház ez a legrégebbi. És most akkor megújul, mit jelent az újítás, a felújítás, a renoválás? Külső-belső felújításról van szó? Mi most már az Etnográfia Gyergyő Enszis Alapítványon második felújítást érjük meg ebben a hajlékban. Lévén egy ilyen múltú, úgy gondoltuk, hogy ez egy kulturális szempontot szolgáló épületnek kellene maradnia. És felújultak a falak, a tetőzet, az alap elszigetelése is megtörtént, a pince rendbetétele, és végül sor került egy új kerítés és egy új kapunak az elkészítésére. Hát ezek a kerítések és kerítés minták, mert minden lábkert más mintát tartalmaz, újak ugyan, de helyi, régi minták szerint készültek. Említette ön nekem, beszéltünk telefonon, hogy jövünk Gyergyószentmiklósra és meglátogatjuk, hogy új kiállítás is lesz a házban. Milyen új kiállítással készült? Nagyon sokan a Népművészeti Alkotóházunkat tájháznak nevezik. Nem az, tekintettel arra, hogy nem egy hagyományos, tájszerű berendezés, hanem egy 300 és 400 közti szőttes lakástextilnek a gyűjteményét mutatjuk itt be. A hímes tojásokból 2500-at állítottunk ki addig, amíg ki nem költöztünk, és ezeket szeretnénk hozni. Magának a szövésnek is szeretnénk egy bemutató lehetőséget nyújtani, és a művészeti népiskolák tanóráit, mivel itt nagy dokumentációs lehetőség van, különösen a szőttesek kapcsán,
kapcsán, és ugyanakkor a viselete kapcsán is, ezeket is itt szeretnénk végezni, és ezekhez, ehhez a tevékenységhez alkalmazkodva, tehát a lakástextilek, a viselet, a hímes tojások gyűjteményét szeretnénk itt érvényesíteni. Mikor nyílik meg újra? Mikor jöhetnek a látogatók? Csak azért kérdem. Hát a látogatókat valószínűleg húsvét után már tudjuk fogadni. Igen. Ez a látvány, sajtműhely, de igen, amint igen. Látom, gyógynövényekkel is készültek. Hát a gyógynövék azért vannak készülve, ezek a gyógynövék ide, mert ezek a tehén keresztül és a tehénén keresztül bekerülnek a sajtba. Tehát számít az, hogy ugye igen. Hogy mit eszik? Igen, táplálják igen. A tehenet, igen. És ezek a meghatározza a sajt minőségét. Igen. Igen, ezek itt a környékünkről való, itt a mi gyergyóvidékiről való, gyógynövények. Tehát ezek a leggyakrabban, ami belé kerülnek a tejbe. Van zsája, cickafar, borsmeda, citromfű, igen. Orbáncfű, szurokfű, konyhai kömény, kamilla. Na hát ezeket mind akkor ezek mind azok fogyasztják a tehenek. Hát persze, ez mikor... És ugyanúgy, hogyha lekaszálódik és belé kerül a takarmányba a szénába, ugyanúgy megmarad, csak megszáradva persze. Mert úgy mondják, hogy a szén az egy konzerv a teheneknek. Kedves turisták, akik ellátogatnak, ebbe a térbe érkeznek igen, meg, és igen. Innen láthatják, igen, hogy igen. Hogyan igen, működik ide. Maga ide a turistákat, igen. A folyamata. Így van. És itt lehet kóstolni, akkor szoktunk felszolgálni kóstolókat, jogurtból is, ugyanúgy sajtokból is, amikor... És van egy sajtmesterük, aki igen, készíti a van egy igen, van egy sajtmesterünk, aki jelenleg most külföldön utazik most hazafele. És ő készíti ezeket a finom sajtjainkat, ő Svájcba tanulta ezt a mesterséget. Említette, hogy a sajtmestert igen, ő itt, a svájci, itt most így meg tudjuk mutatni, igen, ő a, ha élőben nem is. Ő hozta a tudásunkat nagyjából, tőle kaptuk a sajtkészítésnek a nagyon nagy fortéjait, mert sok minden dolog van olyan, amit mi nem tudtunk, csak így, amit... Hát meg kellett tanulni. Igen, meg kellett tanulni. Ma reggel is voltak viszont már látogatók a sajtműhelyben, igen. És akkor azt jelenti, hogy tavasztól folyamatosan érkeznek csoportok, igen, kezd ismerté igen. Válni? Igen, kezd most már ismerté válni, így van. Ez a csoport is, aki elment, ők is így úgy jöttek a hírre. Hát a sajtérelés az már innentől kezdődik, amikor lehozzuk a friss sajtot, betesszük ebbe a sósfürdőbe. Itt a sósfürdőbe jelenleg ezek máma reggel vannak kivéve, száradnak, és innen kerül az érlelőbe a pulcra. Ez mi? Ez egy, amivel a sajtokat ápoljuk. Ez. Ápoló. Sajtápoló. Igen. Így úgy néz ki, mint egy kefe, de... Hát eláruljam, hogy nekem mit jutott eszembe? Lópucolót. No, hasonlít. Nem hasonlít a lópucolóhoz. Hasonlít, így van. Sajt,
Oké, és ide. Azt már elárult ön, hogy sorrendben akkor oda jönnek a friss sajtok, és így megyünk folyamatosan. A folyamat így van, igen. Milyen ízesítésű sajtok vannak? Hát jelenleg vannak ezek a vörösborba írlás sajtunk, például ezt itt. Ez egy vörösborba írlált sajt. Ez itt például most készült. Az friss sajt még akkor? Hát nem nagyon, nem van teljesen friss sajt, egy olyan kéthetes sajt, ami vargányás ízesítéssel lesz. Vargányás? Na, hát ez különleges. Itt van még látom, hogy van köménymagos is. Igen, ezek a köménymagos sajtok itt. Itt aztán, ami tovább látszik, ezek mind a natúr. A natúr sajt. Igen, ez a megszokott sajtjaink, amit szoktunk készíteni mindig. És járnak piacra is a sajtok. Igen, piacra is járunk, a vásárokra szoktunk kimenni. A termelői vásárokra. Igen, igen, igen. Megszokták már az emberek, keresik önöket? Igen, igen, vannak olyan helyek, ami visszajárok, úgy csak mindig keresnek, hogy hol vagyunk. A Bertyó ruhákat, táskákat, egyéb kiegészítő elemeket, mert szerintem Erdély szinten te már ismert vagy. Hogy vagy ezzel? Hogy érzed? Elég nehezen, vagyis így, mikor szembesülök ilyen kijelentésekkel, kicsit így... De jól esik azért, nem? Hát, nem szoktam ezen gondolkodni egyébként, de szoktam visszajelzéseket kapni, igen, és akkor mosolyogok, más nem nagyon tudok, mint hát igen, az a szó. Igen, már én is így, ahogy szétnéztem, mondtam, hogy nagyon könnyen felismerhető már a Bertyó stílus, úgy a színhasználatodban, mint a motivumaidban azért van egy jellegzetesség, amitől ismert és megismerhető könnyen. De... Említetted, hogy mindig megpróbálsz újítani azért. Igen, hát eleve a technika ad egy jellegzetességet ugye a mintáknak, mert hogy viasszal készülnek, és ebből kifolyólag tehát megkülönböztethető más festési technikáktól, mert a viasszal másképp lehet dolgozni, mint mondjuk csak festeni egy tájképet vagy hasonló, és ezért lehet azt mondani jellegzetesek, amiket készítek. Viszont mostanában próbáltam nélkülözni is a viaszt, mert hosszú éveken keresztül használtam. De neked hogy alakult, hogy a viaszra találtál mi rá? Mi ezt tanultuk ennyire? Az egyetemen, ezt aha. A technikát. Tehát akkor ott ismerted meg, és igen. Szeretted meg. Igen, igen. Annyiban különbözött az egyetemen, hogy nem adtak a kezünkbe olyan festékait, ami hosszú távon tartós lenne, tehát nem voltak moshatóak. Te általad kedvelt, vagy gyakran viselt színekkel, kísérletezel, azokhoz nyúlsz? Igen, igen, és azért figyelem, hogy mik a trendek is. Tehát a trendet is követed? Igen, viszonylag. Tehát ez most nem azt jelenti, hogy kizárólag csak az évdivat színével dolgozunk, ugye van egy ilyen pantom szín hivatalosan, tehát mindig próbálják ezt valamilyen szinten befolyásolni, de belelopom inkább, úgy mondom, de nem használom teljes mértékben. Az idén készítettünk egy kollekciót, ami sálakból állt, és a buderózsaszínt fektettük hangsúlyba, és akkor ehhez illesztettük a különböző harmonikus színeket, és a philodendron minta volt fő szempont, mert hogy most valami ezért rendi. Gondolj
honnan jön ez a Bertyó? Mi egy középiskolában jártunk, azt elárulhatjuk, azt én nem emlékszem, hogy akkor ez a név. Ez utána, hogy kezdtél dolgozni, nem akkor tudom, jött, ugye? Barátok által, hogy Bertyó, Bertyó, igen. Ez milyen jó lett, mert nagyon az így el... talál valahogy a... Hát így nem mindenki tudja kiejteni, annyira nem jó. Igen, van akinek nehézséget okoz, pedig igen, szerintem egyértelmű. Mindenféle variációját hallottam igen. A Bertyónak. Most karácsonykor sok munkátok van, mert azért szerencsére az utóbbi időszakban úgy látom, hogy a piacon is az emberek kezdtek igényesebbek lenni, és szívesen vásárolnak kézműves termékeket, hogy a fa alá minőségi ajándékot tehessenek, úgyhogy nálatok is ilyenkor zendul az élet. Az évnek ez a leghúzósabb időszaka, ilyenkor dolgozunk reggeltől estig, de utána januárban pihenünk, mert nincs sokkor annyi megrendelés, tehát a karácsony az, amire tényleg kell készüljünk tudatosan már októberben, hogy mi vár ránk, úgyhogy igyekszünk felhalmozni sálakat. Most készülünk a Delicatessen vásárba. Igen, azon jövő. Mindig ott szoktatok el. Igen, úgyhogy... Említetted, hogy kísérletezel és megpróbálsz újdonságot hozni. Ilyenkor van benned egy pici félelem, hogy azok, akik már megszokták és már ismerik a stílusodat, csalódást okozol akár nekik, hogy az újdonság nekik nem fog tetszeni? Igazából, hogyha így indulnék neki, nem mernék semmit újítani. Nem, azért kérdem, hogy szerintem azért a kézműves terméket készítők között sokan vannak, akik beleesnek abba a hibába, hogy rájönnek, hogy egyféle stílus vagy egyféle termék, egy anyaghasználat az nagyon jól működik, nagyon szeretik a kliensek, és évekig ugyan abban maradnak. Gondolom én, hogy azért, mert nem mernek váltani, hogy nehogy klienst veszítsenek, hiszen azért kézműves termékeket gyártó fiatal vállalkozóként nem olyan könnyű megmaradni a piacon. Tehát annak ellenére, hogy kísérletezek, még mindig elérhetők lesznek azok a termékek, amiket régebb is készítettük, mert hogy el tudjuk készíteni, viszont próbálok újítani, hogy lássuk, próbálkozzunk, hogy hát ha ez is fog tetszeni, és fog működni, mint a korábbi variációk. Említettem, hogy szerintem Erdély szinten már ismert vagy. Külföldre próbálkoztál? Vagy? Vannak megrendelések külföldön, nem sok, viszont ahhoz, hogy komolyan megrendeléseim legyenek és rendszeres legyen, több időt és energiát kellene fordítsak erre a külföldi... Komoly külföldi marketingre így lenne van, szükség, és van, azon a piacon van. Kellene picit ismertséget így szerezni. Van. Tehát ez nem egy eldobott dolog, mert motoszkál mindig bennem, csak várom, hogy megérjen a pillanat. Az lehet, hogy itt annyira feltobzódik az ismertséget, hogy magától átcsordul a határokon kívül. Hát ha, lássuk. Jó lenne. Lássuk. Még annyit árulj el nekünk már csak azért is, hogy akik ilyesmiben gondolkodnak, merjenek belevágni, bátorítsuk, hogy mennyiben lehet ebből fiatal vállalkozóként megélni. Mennyire teremt biztos anyagi hátteret neked, számodra ez a vállalkozás? Hát egyelőre telket nem tudtam vásárolni belőle, de... Ugye, akinek sima munkahelye van, azt se tud szerintem telket vásárolni. De hogy így a napi szinteken, meg hogy ezt az befektetni kevesebbet, tehát gépekbe, azt így sikerült az idén elérni, hogy varrógépet, eldolgozógépet vásárolni. Hát ez már nagy szám. Igen, egy professzionális, a próbababátor ruhákhoz, amit nem itt tartunk, mert nem itt készül a varrási része a dolgoknak. Úgyhogy egy ennyit sikerült, hogy félretenni és visszafektetni olyan dolgokba, ami hosszú távon nekünk hasznos, meg szükségünk van rá. Szent Miklósi Múzeum az egy örménykereskedő házában működik jelenleg, én úgy tudom, Vertánház, így is nevezik. Igen. És az 1770-es években indult az építkezés, jól mondom? Tehát műemlékvédők körében úgy ismert Vertánház, de ugyanilyen joggal nevezhető akár kövérháznak is, hiszen ennek a műemléképületnek, amely helyet ad a
és székhelyet ad a Tarisznyás Márton Múzeumnak. Hát valójában a városnak az első olyan polgári, hát vegyes rakású, tehát kőből és téglából épült lakóháza, amelyet egy ilyen, hát mondhatnám azt, hogy egy dúsgazdag, főleg szarvasmarha kereskedelemben érdekelt örmény család építette, az 1780-as években lett befejezve. Tehát 1770-ben akkor 70-es években kezdték meg, és jó hosszú volt az építkezés. Hát persze Vertán elkezdte az építkezést, csak hát csődbe ment, és aztán gyakorlatilag a félbe maradt építkezéseket átvállalta az egyik rokona, aki már kövér volt, és egy kicsit gazdagabb volt, mint Vertán. Persze ki is nem esedett a kövér család, és az a kövér Cajetanus, az mai napig emlékét a szélkakas ápolja, hiszen az épület tetején levő szélkakason benne van, hogy a CK monogram, ami a Cajetanus kövér, és alul 1787-es az évszám, tehát az egy eredeti. Hát mivel ő fejezte be, akkor igen, az ő neve. Igen, tehát a korona az övé. Kiegészíthetjük azért azzal is, hogyha már az örményekről van szó, hogy ugye az örmények többsége 1672-ben Moldva felől érkezik a városba. Én úgy olvastam valahol, azt jelzik, hogy 10-15 ezer ember jön ide akkor. Hogy az öröksége Gyergyónak nagyon erősen kötődik az örményekhez. Gyergyó Szent Miklós büszke az örmény örökségére, és egyébként ugye hát mondhatnánk, hogy a múzeumnak a székhelye, műemléképülete is egy örmény építkezés, hát a szomszédság is örmény, hiszen... És az egész az utca azt mondják, hogy a Mártonáron utca katolikus plébánia, hát a tőszomszédja a múzeumnak, tehát gyakorlatilag ez egy ilyen örmény kis millió, egy ilyen kis millió, egy kis terület van itt. Ugye a múzeumnak az múzeumi udvar hátában található az örmény katolikus templom, itt az elején található az örmény katolikus plébánia, tehát bármerre lépünk a múzeum területén kívül, gyakorlatilag az örmény örökségbe botlunk, úgyhogy igazából annak a szellemiségét mi is tovább visszük, hiszen más nem is vihetnénk tovább ezáltal. Persze a múzeum nem csak az örmény örökséget képviseli, hanem az egész Gyergyó térség örökségét, ami azt jelenti, hogy itt a néprajztól kezdődően a természettudományokig, vagy a történeti régészeti emlékekig mindennel foglalkozik ez a szakintézmény. Itt a Gyergyói medencében, de ha egy kicsit kinnebb tekintünk, akkor mondhatjuk úgy is, hogy Hargita megyének az északi részén, tehát az északi tájegységében. Ez mi? Igen, mert hát, nagyon szép egyébként. Ugye, hát azt tudni kell, hogy nem csak ma vasalunk, vagy vasalnak a hölgyek, vagy az anyukák, vagy akár a férfiak is, hanem azért ezelőtt 100-zal, vagy akár 150 évvel is azért fontos volt az, hogy a fehérnemű jellegű textiliákat azért ki kellett vasalni. Akár a dörgölők, vagy abroszok tekintetében, hogyha meg kellett teríteni egy ünnepi asztalt, hogy ne legyen gyűrött, ezért volt a vasaló. Na most el kell képzelni, hogy amikor még nem volt elektromos áram, hanem voltak azok a nagy súlyos szenes vasalók, amit kellett lóbálni, és bele kellett tenni a tűzbe, vagy a vasmagot, vagy esetleg parazsat kellett beletenni. Hát azért nem volt egy olyan könnyű dolog, elég nagy erő kellett és türelem a vasaláshoz. Azonban ugye a kisebb dolgokat, mondjuk egy inget, vagy egy ingecskét, azt ki lehetett vasalni, de a nagyméretű abroszokat, vagy a nagyméretű lepedőket azért nehéz volt kivasalni, mert amire átforgatta, arra az alja összegyűrődött. Na ezért találták ki az ilyen típusú lepedősimítókat, és általában egy kicsit a tehetősebb portákon, háztájban használták, sőt, hogy akár ilyen fogadókba, panziókba, vendéglőbe az akkori szállásadóknál, hogy ugye a frissen mosott nagyméretű kétszemélyes lepedőket, húzatokat összefogták. És ezen áthajtották. Tehát a nedvesen összefogták, és gyakorlatilag ezen véghajtották. Megmutatjuk a kesztyűmmel? Hát a kesztyű az mondjuk eléggé kisméretű tárgy. Hát de be kéne csípje. Mondjuk ezek, itt lehetett állítani de a vastagságot nem is. Nem akarja befogni. Hát ez így most nem fogja nem ezt befogni. Fogja befogni? Mert meg gondoltam, megmutatjuk. Nem az a méret, mint mondjuk egy olyan jó vászonlepedő, amit itt kéne hajtani. Akkor kesztyűvel nem működik, csak lepedő. Jó volna, ha nedves is lenne, tehát ugye azért fontos az, hogy
Meg akkor ez kimondottan lepedős. Ez kimondottan egy ilyen lepedős imitó, ahol ugye a nagyobb méretű textíliákat összehajtva ügyesen betették, és azon végsimították, az úgy aztán rövidesen kiszáradva pedig be lehetett tenni a szekrénybe, és amikor szükség volt, elő lehetett venni, úgy, hogy nem volt rajta ránc.